A fagy, a szél, az esti lehűlések és a viharok nem tettek jót az idei gyümölcstermésnek. Az időjárás nem kímélte a fák rügyeit. A korai, májusi kánikula miatt a medgy és a cseresznye szezonja hamar lefutott. A piacokon megjelent azonban a nyár slágere, a görög dinnye. Mézédes, hazai dinnyéket kaphatunk a piacokon egészen szeptemberig. Csak hazai van nekem már is legalább, hát szerintem már mindenhol magyar dinnye van. Hát reméljük, hogy szeptember közepéig lesz dinnye. Általában dinnye, barack, ezek mennek, hát majd később szőlőben. Idén a gazdáknak termésvesztéssel kellett számolniuk, legfőképpen a barack esetében. Nagyon-nagyon szegényes, tehát a tavalyi évet, ha vesszük alapul, akkor ahhoz képest körülbelül az idei termés egy olyan 15-20%-os, nagyon kevés. A Homoki Magdika néni 70 éve dolgozik a család gyümölcsösében. Az idei termés mennyiségéről és minőségéről borúsan nyilatkozott. Nem nagyon dicsekedhetünk. Egyikből közepesen, másikból semmi, szóval olyan össze-vissza termés, még ilyenre nem emlékszek, pedig már megöregettem. Ez a fagynak köszönhető, vagy a korai májusi kánikula? Hát, ebben minden benne van szívem. Volt fagy is, még hülye eső, viharban rengeteg, szél és zölddel leveri még kiskorába. Az a baj. Magdika néninél egy kuriózum, az édes vajalma is megtalálható. A hamvas, élénkpiros termések húsa fehér, vajszerűen puha, kellemesen édes savas, kissé illatos fűszeres. Aki ezt az almafajtát szereti, tudja, kinél keresse a piacon. Én cukros vagyok, tetszik tudni azt a savanyú almát szeretem. Sokan vásárolnak hazai sárga dinnyét, legyen az sárga vagy zöld belül, illetve szedret és áfonyát is a szolnoki piacon.